Isten igéje élő és ható. Hallgasd minden nap, valld meg, éld át, elmélkedj róla. Itt az idő, hogy átalakuljon az életed. Tudjátok, hogy mit látok? Hogy az ördög is kiküldte az ő szellemét. Hogy a fiak szívét elfordítsa az atyáktól. Én úgy azonosítottam be ezt a szellemet, hogy Absalom szelleme. Absalom szelleme. Illés szelleme a fiak szívét az atyákhoz fordítja, az atyákét a fiakhoz. Absalom szelleme a fiak szívét meg elfordítja az atyáktól. Csak tudod, egy érdekes dolog, hogy Absalom szelleme nem elégszik meg azzal, hogy a fiak szívét elfordítsa az atyáktól. Tudod, mit akar Absalom szelleme? Elpusztítani az atyákat. Megölni az atyákat, elpusztítani őket. Jézabel szelleme el akarja pusztítani a prófétákat, el akarja pusztítani az apostoli apjákat, prófétákat, Absalom szelleme el akarja pusztítani az atyákat. És én ezt szeretném megmutatni nektek Absalom történetéből, mert ha elolvassuk Absalom történetét, jellegzetességeket lehet beazonosítani, hogy ez a szellem hogyan működött akkor, Absalomon keresztül, és hogyan működik ma. Érdekel ezt titeket? Nagyon. Biszti? Igen. Na jó, vagy menjünk haza? Nem. Jó. Akkor menjünk oda Absalom történetéhez. Ez a 2 Sámuel, Sámuel második könyvébe kezdődik a 13. résznél az első verstől. Itt kezdődik ez a történet, és szól egészen a 19. szakasz közepéig. Ez egy nagyon hosszú szakasz. Nem fogom tudni feldolgozni úgy az egészet, hogy most mindenről beszéljünk, mert hát ez rengeteg, és rengeteg kijelentés van benne, de néhány dolgot hagyj mutassak meg nektek. Ugye mit mond a római levél 15. rész 4-es vers, neked nem kell oda lapoznod, de itt oda megyünk, Róma 15.4 azt mondja, római levél, mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak bátorítása által reménységünk legyen. Tehát azt mondja, hogy amit olvasunk abból, ami régen meg lett írva, az a mi tanulságunkra lett megírva, és itt a szó az a tanítás, oktatás. A mi tanításunkra és oktatásunkra lett megírva, amit korábban leírtak, és amit mi tudunk olvasni. Tehát most olvassuk Absalom történetét, hogy a mi tanításunkra és oktatásunkra legyen. Amen? Úgyhogy gyertek, kezdjük el. Nem fogok minden igét fölolvasni. Ezt a történet egy nagyon jó történet, majd olvasd el az egészet. De a lényeg a történetnek az, hogy Dávidnak volt 2 fia. Itt azt mondja a 13. rész első, 2 Sámuel 13.1. Lőn ennek utána, hogy Absalomnak, Dávid fiának igen szép húga volt, akinek neve Támár. Tehát Dávidnak volt egy fia, Absalom, és volt egy húga, aki ezek szerint Dávid lánya volt, Támárnak hívták. Majd azt mondja, és Amnon a Dávid fia megszereti őt. Tehát van itt 3 gyermek, itt van Absalom, ott van a húga Támár, és ott van Dávidnak egy másik fia, Amnon, és beleszerelmesedett ebbe a Támárba. Végül is, hogyha belegondolsz, akkor én jól gondolom, akkor ők első unokatestvérek voltak. Hát úgy féltek, mert más anyától volt, de ilyen módon mégiscsak valami kapcsolat azért volt közöttük. Egy apától, igen. Dávidtól. Ja igen, a féltestvérek volt, így van, sőt, még erősebb a kapcsolat, mert féltestvérek voltak, így van. Így van, féltestvérek voltak. Azt mondja, igen nagy gyötrelemben volt pedig Amnon, úgyhogy beteggé lett az ő húgáért, Támáért, mert szűz volt, és Amnon előtt lehetetlennek tűnt fel, hogy rajta valamit elkövessen. Ez az ember, ez gyötrelemmel gyötrődött amiatt, mert ott van ez a lány, és valamit kellene csinálni. Volt azonban Amnonnak egy barátja, kinek Jonadáb volt a neve, Símeának, Dávid testvérének a fia, Jonadáb pedig igen eszes ember volt. Hát, azt írja egyébként itt az ige, hogy leleményes és ravasz volt. Tehát ez a szó, hogy igen eszes, azt jelenti, hogy leleményes, ravasz. Tehát ez nem egy jó értelemben vett eszesség, hanem ez egy ilyen kígyó típus. Tehát nem nagyon mindegy, hogy kivel barátkozol, meg milyen barátaid vannak. Lehetnek közöttük ilyen eszesek,
akik olyanok, mint a kígyó. Na és akkor ez adta a tanácsot, hogy mit kéne csinálni. Majd elolvassátok, ezzel most annyira nem akarok foglalkozni, de a lényeg az, hogy a tanács eredményeként az volt, hogy végül is azért Amnon csak megerőszakolta Támárt. És az, hogy megerőszakolta, ez egy dolog, hanem azt mondja a 15. vers, 14. vers. Tehát ugye ott próbálta őt édesgetni Amnon, és azt mondja, 14. vers, Támár mondja, azonban nem akart szavára hallgatni, hanem erősebb lévén nála erőt vett rajta, és vele feküdék. Megerőszakolta. Amnon megerőszakolta Támárt. Figyelj! És meggyűlölte őt Amnon felette, igen. Amnon erőszakolja meg Támárt, majd Amnon meggyűlöli Támárt ezért. Tudod, hogy ebben van egy szellemi alapelv és egy lelki alapelv? Sokszor tudod, ki fog meggyűlölni téged, aki rosszat tett veled szembe. Például valaki kölcsön kér tőled, megbeszélitek, hogy egy hónap múlva visszaadja, te odaadod a kölcsönt, ő nem adja vissza egy hónap múlva, két hónap múlva se, és elkezd rólad rosszakat beszélni. Pedig ő követette rosszat ellened, de ő lesz az, aki meggyűlöl téged. És itt is olvassuk ezt. Mert nagyobb lett a gyűlölete, amelyel gyűlölte őt, a szeretetnél, amely előtt megszerette, és mondanék ki Amnon, kelj fel, eredj a dolgokra. Megerőszakolt, és utána kidobta. Menj, ahova akarsz, nem kell ez többé. És Támár felel neki, ne kövess el nagyobb gonoszságot annál, amelyet rajtam véghez vitt el, hogy elűzz engem. Ő azonban nem akart rá hallgatni, hanem beszólítás szolgáját, aki néki szolgával, és mondta, űzd ki őt gyorsan előlem, és zárd be az ajtót utána. Dobd ki, úgy, ahogy van most, dobd ki. Zárd be az ajtót, nehogy visszajöjjön. Volt pedig ő rajta igen szép tarka szoknya, amilyenben a király leányai szoktak járni, míg Szüzek valának, kiőzi azért őt a szolga, és bezárja az ajtót utána. Hamut hinte azért Támár az ő fejére, és a tarka szoknyát, amely rajta volt, meghasogatá, kezét pedig fejére tévén jajgatva jár vala. Mindenki tudta, hogy mi történt. És mondta neki a bátyja Absalon, talán Amnon bátyád volt veled? Azért hallgass most, hugom, mert atyád fia, ne bánkodjál azon felettébb. Lakozért azért Támár nagy árvasságban az ő bátyjának, Absalonnak házában. És a következő vers nagyon érdekes, a 21. Dávid király pedig halván mindezeket, felette igen megharagúvék. Pont. Dávid rettenetesen megharagudott, és nem csinált semmit. Nem csinált semmit. Nem volt könnyű helyzete, a saját gyerekeiről volt szó. De tudod, itt volt egy apa, egy atya, a gyerekei valamit csináltak, és nem csinált semmit. Nem hozott ítéletet, semmit nem csinált. Nézd meg, mi lett ennek az eredménye. 22. vers. Nem szóla pedig semmit felőle Absalon Amnonnak, sem jót, sem gonoszt, mert igen gyűlöli vala Absalon Amnont, mivel hogy megszeplősítette az ő húgát Támárt. Absalon kapott egy sebet a szívébe, és ez a seb elkezdett forogni, formálódni benne, és nem szólt semmit. Nem beszélt Amnonnak, de nem olvasjuk azt sem, hogy elment volna Dávidhoz. Tudod, mi történt a szívében? Tudod, el tudom képzelni, hogy ez az ember érezte, hogy itt a törvény szerint is igazságtalanság történt, itt van az én drága húgom, megszeplősít, megerőszakolták, az apám se csinál semmit. Tudod, miután kiáltott az ő szíve? Ítélet után. Arra vágyott, hogy valami jogorvoslat történjen már. Valami legyen már ezzel a dologgal. Hiszem, hogy egy ideig vágyott arra, hogy apám, csinálj már valamit. Tegyél valamit, kérlek. És mit csinál? Nem történt semmi, és ez a seb egyre nagyobb lett benne. A keserűség egyre nagyobb lett benne. A keserűség elkezdett felnövekedni ebben az emberben. 23. vers. Néha sírhatnékom van, és lőn két esztendő múlva. El tudod ezt képzelni, hogy két évig hordta magában a fájdalmat,
a vágyat, az igényt arra, hogy valami jogorvoslat legyen, valami legyen már, valami büntetés, és közben egyre nagyobb lett benne a gyűlölet Amnon iránt. Már az első percben volt benne, de el tudom képzelni, hogy 2 év alatt az hova nőtt föl. A Támár meg ott lakott nála, tehát szembesült minden nap ezzel. Minden nap szembesült. Végül mi lett a lényeg? A lényeg a 28. vers, a lényeg az volt, hogy összegyűjtötte Absalon a király fiakat. Parancsolat pedig Absalon az ő szolgáinak, ezt mondván, kérlek, vigyázzatok, és mikor Amnon a bortól jókedvű lesz, és mondom néktek, akkor üssétek le Amnont, és öljétek meg őt, semmit ne féljetek, én parancsoltam nektek, legyetek bátrak, ne féljetek. Kész volt a gyűlöletből, kész volt a bosszú, a gyilkosság. A gyűlölet már elvitte őt a gyilkosságba. Azt mondta, hogy ez a jogorvoslat. Nem kaptam jogorvoslatot az apámtól, majd én helyreállítom a dolgokat. Majd én ítéletet teszek, igazságot szolgáltatok. Szerintetek ezek az emberek nem ismerték a törvényt? Én szerintem ismerték a törvényt, meg ami oda le van írva, nem? Akinek vérét ember ontja, annak vérét ember, ugye? Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Tehát, hogyha valaki gyilkolt, akkor meg kellett halnia. Tudták ők ezt. Dávid szívek tele volt kegyelemmel, új szövetségi hívő volt, így ment Istenhez, tele volt az ő szíve kegyelemmel, meg az egész sztoriban majd meg fogjuk látni, hogy valójában nem csinált semmit. Mérges volt, dühös volt, de igazából nem csinált semmit. Hanem mentek az események. Megölték Amnont. 34. vers. Absalom pedig elment. Először Dávidnak azt jelentették meg, hogy Absalom minden fiút megölt, minden királyfiat megölt. Mondták neki, hogy ez nem így van, csak Amnont ölte meg, mert már régóta a szívében volt ez a dolog. És tényleg így lett, megjelentek a fiak, és azt mondja, 36. vers, és lőn, amint megszűnt beszélni, megérkezének a király fia, és szavakat felemelvén sírának, és maga a király is, és az ő szolgái minnyájan felette igen sírának. Ott van Absalon, aki szeretné a jogorvoslatot, elvégzi magában, meggyilkolja Amnont, és azt látja, hogy az apja sír. Ez megint. És Absalon elfutott, és azt mondja a következő vers, 37. vers, Absalom pedig elfuta is méne Talmajhoz, Amihur fiához, Gesúrnak királyhoz, és Dávid minden nap siratá az ő fiát, nem Absalont, Amnont. Absalom pedig minek után elfutott és Gesúrba ment, 3 esztendeig volt ott. Én azt gondolom, hogy az időfaktornak nagy jelentősége van. Attól kezdve, hogy Amnon megerőszakolta Támárt, eltelt 2 év, amíg forgatta a szívében ezt a sebet és ezt a gyötrelmet, majd innentől kezdve, amiután megölte Amnont, eltelt még 3 év. Gondolj bele, már 5 év. 5 éve ott van a szívsebe benne. 5 éve az dolgozik benne. Ott volt benne a gyűlölet. És tudod, most már ebbe a 3 évbe már nem Amnon a dolog, mert már nincs. A gyűlölet ki ellen fordult? Az apja ellen. A gyűlölet elkezdett az apja ellen fordulni. 3 éve már ott mozog benne ez. 14. vers első része, ott van a másik nagy főszereplő, Joáb, fantasztikus ember, nagyon egy tanulmány az ő élete is. Joáb észreveszi, hogy hát azért Dávid már megbocsátott Absalonnak, meg már igen vágyakozik utána. Hát gondolja, hogy elintézi ezt a dolgot, hogy valahogy visszahozzák Absalont. Olvasd el majd ezt a történetet. A lényeg az, hogy elérik Dávid, visszahívja Absalont. Viszont azt mondja, hogy nem akarta látni. Igen, azt akarom... Igen, tehát a 2 Sámuel 14.1 azt mondja, észrevévén Joáb Seruljának fia, hogy a királynak szíve vágyakozik Absalon után. Tudod, ilyenek az atyák. Egy idő után jön a megbocsátás a szívükbe. Nem tudnak mit csinálni, ők ilyenek. Nem tud a szíve ellen cselekedni. Egy atyának a szívében jön a megbocsátás. Mindegy, mi történt, megbocsátok.
Mert a szeretete erőteljesebb a fiak iránt. Miközben a fiú forgatja a szívében a gyűlöletet, a haragot, készíti a tervet, mozog benne, hogy mi fog történni. Az a jó, ott volt a vágyakozás a szívében az ő fia iránt. A baj nem ez, tudod mi a baj? Hogy az egész történetben nagyon hosszú ideig nem látod, vagy nem olvassuk, hogy bárki is Istenhez fordult volna a dologban. Senki nem imádkozott, nem olvassuk, hogy bárki imádkozott volna az események kapcsán Istenhez. Emberi megoldásokkal mentek a dolgok. Hol ezt talált ki valamit, hol azt talált ki valamit, és így mentek előre a dolgok. Ennek eredményeképpen Absalom visszakerült a palotába, és 24. vers, 14. rész, 24. vers azt mondja, és mondta a király, menjen a maga házába, és az én színemet ne lássa, térje ezért Absalom az ő házába, és a királynak orcáját nem láthatá. Tudod, amikor Absalom szíve ítéletért kiáltott, amikor Amnon megerőszakolta a húgát, és látta, hogy nincsen, akkor ő eldöntött, hogy majd ő a kezébe veszi az ügyet. Majd ő hoz ítéletet. Tudod, mi a baj? Hogy hiába ölte meg Amnont, nem, a szívesebe nem gyógyult be tőle. Ettől nem gyógyult meg. Ettől neki nem lett jobb. Ugyanúgy sebzett maradt a szíve. Ekkor kezdte el az ördög használni őt Dávid ellen. Ne felejtsük el, Dávid idejében Izrael királysága a legnagyobb kiterjedésű volt, a legerősebb. Alá volt rendelve minden környező nép. Azért ez nem tetszett az ördögnek sem. 25. vers, ez egy közbevetés most. Nem vala pedig, 2 Sámuel 14-25, nem vala pedig az egész Izraelben olyan szép ember, mint Absalom, ki dicséretre olyan méltó volna, tetőtől fogva talpig ő benne semmi hiba nem volt. Következő vers. És mikor a fejét megnyiratja, mert minden esztendőben megnyiratja valamivel, igen nehéz volna, azért nyiratja le, az ő fejének haja nyomval a 200 siklust a királyi mérték szerint. Gyönyörű hajkoronája volt. Gondolom fekete volt. Dús, fekete haja volt ennek a férfiúnak. Következő. Lőn pedig Absalomnak 3 fia és egy leány, akinek neve Támárval, ez igen szép termető asszony vala. Mit akartam itt? Következő vers. 2 esztendőt töltött Timár Absalom Jeruzsálemben, de a királynak színét még nem látta. Most már a 7. év telik el. 7 éve van a szívében a seb. 7 éve dolgozik rajta az ördög, hogy ezt a sebet, ezt életben tartsa. 7 éve szenved ettől. Tudod, amikor ez a szívsebe nem gyógyult be, bejött a büszkeség. Mert azt olvastuk az előbb, hogy az ő haja volt az ő ékessége, az ő hajkoronája. És hagy ugorjak egyet, ez bejött a büszkeség, ez a kiállás, a hajkoronám. De tudjátok, hogy ez okozta a vesztét? A hajkoronája okozta a vesztét. A 18. részben, itt a 2 Sámuel 18-ban, 8. 9. vers azt mondja, amikor már Dávid visszajön a sereggel, és megy a harc, és kiterjedsz a harc az egész vidékre, és a nép közül sokkal többet emésztél meg az erdő, mint a fegyver azon a napon, és találkozik Absalom Dávid szolgáival, Absalom pedig egy összvéren ül vala, és beméne az összvér a nagy cserfák sűrű ágai alá, ahol fennakadt a fejénél a hajánál fogva egy cserfán. Absalom fennakadt a hajával, a büszkeségével. Azzal, ami az értéke volt, ami a büszkesége volt, az okozta a vesztét. Fennakadt a hajánál fogva a cserfán, ott függött ég és föld között. És utána megölték. De ez csak egy közbevetés. És Absalom szívében egyre nagyobb lett a büszkeség. És egyre nagyobb lett egyébként a gyűlölet és a gonoszság is. Ugyanis nézd meg, hogy mit olvasunk ezután a 14. részben,
hogy elküldi azért Abszalom Joábhoz a 29. vers, hogy őt a királyhoz küldje, aki nem akart hozzá menni. Elküldte másodszor is, de ő mégsem akart elmenni. Tehát mondott valamit Joábnak, Joáb nem akarta csinálni. Mi volt Abszalomnak a válasza erre? Hogy felgyújtatta a Joábnak a gazdaságát. Milyen gonoszság kell ehhez? Milyen gyűlölet kell ehhez egy ember szívébe? Nem figyel rám, nem csinálja, amit mondok. Hát akkor gyújtsuk fel a gazdaságát. Menjetek el, és gyújtsátok fel tűzzel. És meggyújtják az Abszalom szolgái a gazdaságot tűzzel. Következő vers. Fel kell azért Joáb és minél Abszalom az ő házába, és mondani ki, mi az oka, hogy a te szolgáid az én gazdaságomat felgyújtották. Ezt most miért kellett csinálni? Vagy most nem értelek. Következő. Felel Abszalom Joábnak, azért, mert hozzád küldettem ilyen szóval, hogy ide jöjj, hogy a királyhoz küldjelek, hogy ezt mondjad neki, mi szükség volt hazajönnöm Gesurból. Miért kellett hazajönnöm? Miért kell itt lennem? Szól a büszkeség. Jobb volna most is nékem ott lennem. Most azért szeretném a király arcát látni, ha van bennem áldogság, ölessen meg engem. Tudod, mi az érdekes? Hogy még az ilyen emberekben is időnként előjön a lelkiismeret furdalás. Hát szerinted tudta, hogy van benne álnokság? Hát persze, de tudod, miért kiáltott a szíve? Jogorvoslatért. Még mindig ítéletért kiáltott, de nem máson, magán is. Mert tudta, hogy ember gyilkoltam. Tudta, hogy rosszat cselekedett Istennel szembe, hogy a törvény ellen vétett és ember gyilkolt, és ott volt benne a szívében ez a lelkiismeret furdalás is, és azt mondta, bárcsak megítélne már valaki, bárcsak kapnék már valami büntetést. Hát elemészt ez a dolog. 7 éve. Jó, 5 éve előtte volt a gyilkosság, 5 éve emészt ez a dolog, hogy meggyilkoltam valakit. Nincs jogorvoslat, nincs ítélet. Ítéljen az Isten. Jön majd az Isten az ítélettel. Ítélje azokat, akik bántottak engem. Jön majd az ítélet az emberekre. Jön az ítélet az egyházra. Majd az Isten megítéli. Persze, amit az apostol mondott, Chris Pastornál is egyből mondtak. Isten megítélte Chris Pastort. Mert olyan nagy. Ja? Azt hittem, Isten kegyelméből lett olyan nagy. És jön a következő. 7 éve hordja a sebeket, kínozza az ördög, az elutasítottság, az elvetettség, a csalódás. Tudod, amikor valakinek a szíve sebei nem lesznek begyógyítva egy idő után, az ördög rá tud ülni. Elkezdi használni ezt a sebet az ördög. Ez ma is így van. Elkezdi használni. Jön az ítélet kívánás, a testiség. De mit mond az ige a testi bölcsességről, hogy egyúttal az milyen? Földi és ördögi. Földi és démonikus. És ez a bölcsesség, amiből valaki akar cselekedni valamit. Bocsánat, 14:33. Elmenni azért Joáb a királyhoz, és megmondaná néki, és akkor hivat-e a király Abszalomot, és elmenni a királyhoz, és fejet hajtván a király előtt arcra a földre borula, és megcsókola a király Abszalomot. Ott az atyai szív. Tudod, van csók, ami szeretetből van, van ölelés, ami atyai szeretetből van, és van csók, amelyik áruló szívből van. Jézus mit mondott Júdásnak? Csókkal árulod el az embernek fiát. Sokszor nem elég azt nézni, hogy mi a cselekedet, azt is meg kell nézni, hogy mi a szív mögötte. Milyen szívből van, és mi a motiváció mögötte. Van ilyen ölelés is, és van olyan ölelés is. Van a szeretet ölelése, van a manipulálás ölelése. Van a szeretet csókja, és van a manipulálás csókja. Mind a kettő ölelés, és mind a kettő csók. Csak más szívből származik. És más eredményt fog hozni. És nekem nagyon tetszik a 15. rész első verse. Ez nekem annyi, bocsássatok meg. Lőn pedig annak utána szerze magának Abszalom szekeret, egyet, lovakat és 50 embert, akik előtte szaladgáljanak. Volt egy szekere, 50 ember, ott szaladgáltak körülött, és azt mutatták, hogy Abszalom az mekkora király.
Így van, vagy nem így van? Hát ez van ideírva, nem? Az lett bemutatva, hogy ez milyen jelentős dolog. Mi ekkora király? Volt egy szekér, 50 ember szaladgáltak jobbra-balra. És ment a terv a háttérben, és reggelenként felkelvén Abszalom megáll az útfélen a kapuban, és mindenkit, akinek dolga lévén a királyhoz megy ítélet véget, megszólít a Abszalom, és megkérdezi, melyik városból vagy te? És azt mondaná, Izraelnek egyik nemzetségéből való a te szolgád, mondanék ki Abszalom, íme a te beszéded mind jó. Ó, te jól csinálsz mindent. Ó, te jössz, figyelj, a te ügyed az rendben van. A te ügyed az igaz. Az teljesen rendben van. De senki nincs, aki téged meghallgatna a királynál. Már elkezdődött a kígyóméreg. Jött ki a száján a kígyóméreg. Adagolta az emberekbe, akik jöttek Dávidhoz. Minden rendben van. Te jó vagy. Minden rendben van veled. Az a baj, hogy senki nincs, aki meghallgatna téged a királynál. Nincs senki. Mondja vala ismét Abszalom, vaj, ha valaki engem tenné ítélő bíróvá e földön. Már 7 éve vágyik a szíve az ítéletre. Bárcsak engem tenne valaki ítélő bíróvá a földön. Na, majd én megmutatnám. Majd én hoznék ítéletet. Majd én megmutatnám ezt az ítéletet. Tudod, mi a legszomorúbb? Amikor az új szövetség idején valaki ítéletet kíván Krisztus testére. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Tudod, mi ezzel a probléma? El fogom neked mondani. Tudod, mi a probléma? Hogy az ilyen ember a szívében vágyja az ítéletet, ahogy Abszalom is vágyta a jogorvoslatot, az ítéletet, de nem kapta meg. Az ilyen ember vágyja, hogy Isten csináljon már valamit, hagyd lássam az ítéletet, hagyd legyek igazolva, de nem történik meg. Sőt, mit lát? Hogy azok, akikre az ítéletet kéri, azoknak az életük megy előre. Azoknak a szolgálata növekszik, gyümölcsöznek, és nem érti. És tudod, a gyűlölet elkezd felnövekedni. És már az ördög játékszerévé kezd válni ez az ember. Tudod, a legnagyobb rombolás és pusztulás kiben fog végbe menni? Benne. Nem azért, mert valaki rá imádkozik, nem azért, mert egy imakommandó átkozza, semmi ilyesmi miatt nem, hanem azért, ami benne zajlik. Ami a szívében zajlik. Ami pusztítja a szívét, a lelkét. Ami pusztítja az elméjét, a gondolatait. És látod ezt, mondja vala ismét Abszalom, vaj, ha valaki engem tenné ítélő bíróvá földön, és hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye is pere volna, igazat tennék neki. És ezt mondja, azt mondja, kiment minden reggel. Akár kijött, elmondta a monológiát. Akár kijött, elmondta a szavait. Mikor pedig valaki hozzámegy és fejet hajt neki, azonnal kezét nyújtja vala, és megfogván megcsókolja őt. Dávid az ő szívének a szeretetével megcsókolta Abszalomot. Abszalom megcsókolgatta az embereket a manipulálás miatt. Hogy a szívüket magához hajtsa. Nézzük tovább. És ekképpen cselekedék Abszalom egész Izraellel, valakik ítéletért a királyhoz mennek vala, és így Abszalom az Izrael fiainak szívét alattomban megnyeri vala. Dolgozott. Dolgozott. Megnyerte az Izrael fiainak a szívét. Dolgozott. Ott volt, ott élt a királynál? Igen. A király asztaláról evett? Valószínűleg. Eltartották? Eltartották. De közben szerzett magának egy szekeret, meg 50 embert. Bocsánat. Ellopta a szívüket. Így van, elfordította. Megnyerte alattomban a szívüket. Nézzem itt, hogy hol tartunk az én jegyzetemben. Ott élt az atya házában az atya mellett, de a terve készen volt. És azt mondja itt, hogy ellop, félrevezet, becsap. Alattomban megnyeri, azt jelenti a szó, hogy ellop, félrevezet, becsap. Így van. Nézzük a 2 Sámuel 15:7-et. Azt mondja, lőn pedig 40 esztendő múlván. Ez nem illik ide így ez. Van olyan fordítás, amiben az van, hogy 4 év elteltével. De az eredeti szövegben az van egyébként, hogy 40. És az embernek az az érzete van, hogy ezt 40 évig csinálta Abszalom, de ez nem így van. Mert Dávid összesen 40 évig uralkodott,
7 év, 6 hónapot Hebronban, és 33 évet Jeruzsálemben. Tehát az nem lehet, mert már előtte is uralkodott Dávid, az absaloni történet után is uralkodik, tehát nem telhetett el 40 esztendő, hanem ő lett 40 éves, amikor az ő 40. életéve betelt, amikor Absalon 40 éves lett, erről szól ez az ige, akkor előállt a tervvel. Hadd menjek el és teljesítsem Hebronban azt a fogadást, amelyet fogadtam az Úrnak, következő, mert fogadást tett a te szolgád hazudott, mikor Gesurban laktam, mert Szíriában van, ezt mondván, ha valóban hazavezérel engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak szolgálok, az saját apjának a szemébe hazudott. Mondanék ki a király, mert a királynak jó szíve volt, kegyelemmel volt terves, menj el békével, és felkenvén elment Hebronba. Következő. Hírnököket küldte pedig Absalon Izraelnek minden nemzetségéhez, hogy megmondják, amikor a trombita szót halljátok, ezt mondjátok, Absalon uralkodik Hebronban. Kiküldte a követeket. Ma is vannak követek. Ma is vannak követek. Amiről az apostol beszélt. Videók. Podcastek. Meg ilyenek. Követek. Ki vannak küldve. Következő. És ez az, ami megütötte a szívemet. És Absalonnal együtt 200 férfi elmenni Jeruzsálemből, kiket meghívott, kik jó hiszeműleg menének, semmit sem tudván a dologról. Ott volt 200 ember, teljesen hittek annak, amit Absalom mondott. Mentek utána, jó hiszemű emberek voltak, bíztak benne, de már a szellem dolgozott. És ezek az emberek a befolyás alá kerültek. Nem olvassuk később, hogy mi történt velük, nem tudjuk, de valószínűleg a legtöbbjük valamilyen befolyás alá került. Már nem volt jó hiszemű egy idő után, már illetve hogy el voltak varázsolva teljesen abba, amit Absalon csinált, teljes mértékben. Ez annyira megütötte a szívemet, 200 emberi, aki jó hiszemű volt. Drága emberek, drága lelkek, belelettek rángatva egy lázadásba. Egy király elleni pártütésbe. Miért? Mert Absalon az apjának a helyét kívánta. Absalon gyilkolni akarta az apját, el akarta pusztítani, és el akarta venni mindazt, amilyen van. És 200 jóhiszemű embert bele tudott vinni ebbe. Persze aztán még többet, de ez a szellem így dolgozik. Ezért mondtam, hogy nem mindegy, hogy mit hallgatsz. Nem mindegy, hogy kinek a tanítását hallgatod. Nem tudod, hogy milyen szellemből beszél. Nem tudod, hogy milyen sebei vannak a szívének. Nem tudod, hogy mi fog rád menni, még akkor is, ha jó hiszemű vagy. Nem mindegy. 12. vers. És elküldvén Absalon hívta a Gilóból való Ahitófelt, és szerzett magának egy kulcsembert. Ahitófel nagy becsben volt Izraelben. Azt mondja, amikor ő beszélt, olyan volt a szava, mint Isten szava. Ha ő mondott valamit, akkor na ezt az Isten mondta, ezt az embert Absalon megnyerte magának. Ezt az embert Absalon megnyerte magának. És így fordította egész Izraelt magához, hogy ez az embert megnyerte. És igen nagy lőn az összeesküvés, és a nép gyülekezék és szaporodék Absalon mellett. Tudjátok, hogy az absaloni szellem az ma is tud munkálkodni? Hogy az absaloni szellem ma is bele tud kerülni fiak szívébe? A sebekbe, a sebzett szívbe, az elutasítottságba, mert nincs valami lerendezve. Nem biztos, hogy Tamás pásztor felé nincs valami lerendezve. Lehet, hogy 15 évvel ezelőtt egy másik atya fele nincs lerendezve. Mert őtőle kaptam a sebet. De most ki ellen fordulok? Az aktuális atya ellen fordulok. Mert ne felejtsd el, hogy az absaloni szellem akarja az atyákat elpusztítani. Nem az ember, nem az a fiú akarja elpusztítani, az a szellem, amelyik rá tudott ülni a nyakára. A szellem akarja az atyát. Miért? Mert az atyaságot akarja megszüntetni az egyházban. Mert az ördög rájött, hogy az atyaság túl nagy gyümölcsöket hozott az egyházba. Valahogy ellene kell menni. És majd ez a szellem megpróbálja az atyákat kiütni. És így van, az atyának a gyengeségeit is ismerte, mert vele volt, és tényleg így van, ez így igaz. És hagyd mondjam, nem sok van még, de ezt hagyd mondjam végig.
Tehát ez a szellem megnyert magának egy nagyhatalmú ember Dávidtól, egy kulcsember volt, és amikor az emberek látták, hogy ő is Absalomhoz kapcsolódik, akkor szerintetek mit gondoltak? Ez biztos Istentől van. Ha az Ahitófel ott van, ez biztos Istentől van. De nem Istentől volt. Nem Istentől volt a terv. Egy gonosz ördögi szellem dolgozott. És nem Istentől volt a terv, teljesen mindegy, hogy kipártolta Absalont. Mindegy. Nem Istentől volt. 2 Sámuel, a 13. 14. vers. És követméne Dávid az ilyen üzenettel, az Izrael népének szíve Absalom felé hajlik, akkor mondta Dávid minden szolgáinak, kik vele valának Jeruzsálemben, keljetek fel és fussunk el, mert itt nincsen számunkra menekülés Absalom elől. Siessetek elmenni, hogy valamiképp sietve utol ne érjen minket, és ne hozzon szerencsétlenséget ránk, és a város le ne vágja fegyvernek élével. Tudod, az apa még mindig a fiakat meg a népet féltette. Menjünk el, nehogy a várost levágja fegyverrel. Ne itt legyen a harc. Engem el akar pusztítani, oké. De ne sérüljön senki, ne kapjon senki sebet ettől. Menjünk el. Tudod, Dávid már nem volt nagyon fiatal, de azért sok csatát megélt. Azért volt neki... Van még koksza kazánba itt lent, volt benne is. És... De ez a szellem erős volt. Ez a szellem dolgozott, ez a szellem erős volt. Hatott Dávidra ez a szellem. Elgyengítette ez a szellem Dávidot. És azt mondta, menjünk el. Tudod, mi az érdekes? Hogy most jött el az a pillanat, és ez nagyon tetszik. A 30. vershez menjünk. Dávid pedig felmené az olajfáknak hegyén, dicsőség az Úrnak. Mentében sírva, fejét beborítva, saru nélkül ment. És az egész nép, mely vele volt, kiki beborított a fejét, és mentükben sírának, illusztris helyen volt Dávid. Az olajfák hegyén. Következő vers. Megizenék azon közben Dávidnak, hogy Ahitófel is a pártosok között van Absalonnal. És tudod, az egész sztoriban most olvasod először, hogy Dávid imádkozik. Kérlek, ó Uram, hiúsítsd meg az Ahitófel tanácsát. Most jött el az első pillanat, hogy Dávid imádkozott. Következő vers. És mint feljut a Dávid a hegy tetejére, hogy ott imádkozzék az Istennek. És Dávid elkezdett imádkozni. És hogy elkezdett imádkozni, innentől kezdve elkezdett megfordulni minden. Jöttek az Istentől való gondolatok. Jöttek az Istentől való megoldási dolgok. Hogy kell megoldani ezt a helyzetet? Mit kell csinálni? Innentől kezdve majd olvas tovább, hogy mi történt. De Dávid elkezdett imádkozni Istenhez. És Isten előhozta a megoldásokat. Megmutatta neki a stratégiát. Megmutatta, hogy mit kell tenni. És végül Absalom a haján alfogva végezte egy fám. És tudjátok, még valami van itt, ami megmutatja Dávidnak az atyai szívét. A 2 Sámuel 18:33. Amikor Dávid meghallotta, hogy meghalt Absalom, azt mondja, és megháborodik a király, és felmenje a kapu felett való házba, és síra. És ezt mondja vala mentében, szerelmes fiam Absalom, édes fiam Absalom, bár én haltam volna meg te helyetted Absalom. Édes fiam, szerelmes fiam. Ez jött ki Dávid szívéből még akkor is. Mert egy atya nem tudja nem szeretni a gyerekeit. Egy atya nem tudja nem szeretni a fiait. Egy atya odafigyel a fiaira. Egy atya, és azt mondja, bárcsak én haltam volna meg helyetted. Persze azért ezzel okozott nem kis galibát a nép között, mert ők azt gondolták, hogy egy győztes csatából jönnek vissza, majd hallják a királyt, hogy siratja a fiát, és akkor azt írja az ige, hogy belopódzott a hadinép a városba. Mintha valami vesztes csatából jöttek volna vissza, háborúból. És akkor Joáb, időnként a helyén volt Joáb azért, oda ment és mondta, hogy jobb, hogyha ezt megváltoztatod. Jobb, hogyha ezt befejezed és a népet fogadod, mint győztes népet. De tudjátok, én ezt látom,
Beszéltünk itt sok mindenről, hogy ez az abszoloni szellem hogyan munkálkodik emberekben. Hogyan munkálkodik ez a szellem a környezetében lévő emberekben. Voltak megdöbbentő igék. 200 ember, akik jó szűek voltak, mit sem sejtettek. Ez a szellem alá nyomta őket. Ott volt Dávid, az atyai szívű, aki siratta a fiait. Persze Dávid volt az, aki nem hozott ítéletet és nem csinált dolgokat. Nem volt neki könnyű, de ez is benne volt a pakliba. Nem szabad, ahogy az elmúlt években Isten előhozta az atyaságot és megerősítette az atyaságot Krisztus testében, úgy küldte ki az ördög az abszoloni szellemet, hogy a valódi atya-fiú kapcsolatokat tönkre tegye. Ez egy stratégia. Nekünk ezzel ellene kell állnunk. Amen? Nem szabad teret engednünk ennek a szellemnek. Krisztusban új teremtések vagyunk, és akárki bántott meg téged, ha az apád, a fizikai apád bántott meg, ha a pásztorod bántott meg, ha az apostolod bántott meg, Krisztusban a szívednek a sebei be tudnak gyógyulni. Ha azt világosságra hozod, ha azt feltárod a szívednek a sebeit a te atyád előtt, akkor be fognak gyógyulni a szívednek a sebei. A Szent Szellem vezetése által meg tudunk térni mindabból, ami nincs összhangban Isten igéjével. A fiak is, és a szükséges okkor az atyák is. Tehát fiak, ne engedjétek, mondom nektek itt és ott a képernyő előtt, hogy az abszoloni szellem elfoglalja a szíveteket. Egy atya-fiú kapcsolatban benne vannak a konfliktusok, benne van az is, hogy kaphatunk sebeket oda-vissza, de az nem jelenti azt, hogy teret kell engednünk az abszoloni szellemnek. Ez azt jelenti, hogy ismerjük az Úrtól adott helyünket, elfoglaljuk ezt a helyet, és egy vágyunk van, hogy a kapcsolat, amit Isten rendelt, az azzal legyen, amivé ő tervezte. Amen. Ehhez változni kell, mindannyiunknak változnunk kell. Így van? És kihirdetjük most, köszönöm Uram, hogy adtál nekem megértést az Abszolon szelleméről, hogy hogyan használja a szívek sebeit, hogyan használ megsebzett szíveket, hogy a fiak szívét elfordítsa az atyáktól. Hogy a fiak gyűlölködjenek, és el akarják pusztítani az atyukat. És most a Jézus nevében kihirdetem, hogy én nem leszek eszköz az ördög kezében arra, hogy Krisztus testét szétszakítsa. Én Isten kezében vagyok eszköz, hogy Krisztus teste épüljön, hogy az egység mélyüljön. Én a békesség teremtő vagyok. És a Jézus nevében, abszoloni szellem, halld meg a szavamat. Nincs közöm hozzád, és nincs hatalmat felettem. Nem tudsz használni. Megtagadlak, és megparancsolom, hogy eltakarodsz oda, ahonnan jöttél. A Jézus nevében. Ámen. 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 És majd nem sokára fogunk úrvacsorázni, hogy az apostol is mondta, miért fontos az úrvacsora, mit cselekszik az úrvacsora Krisztus testében. Ugye a kenyér, amit megtörünk, az Jézus testével való közösségünk, a pohár, amiért hálát adunk a Jézus vérével való közösségünk, szellemétel és szellemétel. A kenyér, amit megtörünk, az a szellemi étel, az Krisztus megtört teste. Miért tért meg Krisztus teste? Az egyik ok azért, hogy a te fizikai tested felépüljön és egészséges legyen. Amen? De azért tört meg Krisztus teste a kereszten, hogy az ő szellemi teste, az egyház felépüljön és egységben mozogjon. Amen? Ahogy vesszük az úrvacsorát, ez az úrvacsora megerősíti a mi kapcsolatunkkal, a kapcsolatunkat Krisztus testének azon tagjaival, akiket Isten rendelt el, hogy kapcsolatban legyünk velük. Amen? És ma így fogjuk venni az úrvacsorát, hogy az Istentől rendelt kapcsolatok megerősödjenek a gyülekezeten belül és a gyülekezeten kívüli kapcsolatokban. Amen?
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Az Úr áldjon benneteket. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárdi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk online@újszövetség.hu.